Az elmúlt hét második felében rendezték meg az úszók idei első országos bajnokságát. A budapesti tüskeúszodában a serdülők és az ifjúsági korú versenyzők szálltak medencébe a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. A Nyíregyházi Sportcentrum 9 úszóval képviseltette magát, közülük 6-an elsőévesek voltak a korosztályukban. Végül két versenyző, Hatházi Dóra és Barna Bianca összesen 12 alkalommal állhatott fel a dobogóra. Én azt mondom, hogy Dórinak a pillangó számai, amiben ugye ő aranyéremesélyes volt és szeretett volna aranyérmet nyerni, ugye ez most nem jött össze, csak 100 gyorsan, viszont minimális különbségek voltak, óriási versenyt kellett vívni. Én azt mondom, hogy ne legyünk elégedetlenek, lehet még ebből szebbet is, jobbat is csinálni. A Bianca idejét azt kimondottan extrára tudom értékelni. Ő ráadásul első éves korosztályába, tehát a 2005-ös 6-os értékelésnél 6-os születésű. Olyan jó ideket úszott, ami minden várakozást fölülmúlt. Én azt mondom, hogy ezen az úton kell haladni tovább, és az ő ideje fiatalkor ellenére a felnőtt bajnokságon is döntős esélyeket kecsegtet. A serdülőknél Barna Bianca a bajnokságon 4 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Urvin Tamás és Kovács Rita tanítványát Sós Csaba szövetségi kapitány behívta a válogatottba, így Bianca az olimpiai reménységek versenyén a 400-as váltó tagjaként a mellúszást teljesítve is begyűjtött egy elsőséget. Számítottunk a jó eredményekre. Elég jó formában voltunk, tehát valóban sokat készültünk, jók lettek az eredmények. Hatházi Dóra 1 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremmel ért haza a fővárosból, de a fiatal úszónő nem volt teljesen elégedett a bajnokságon nyújtott teljesítményével. Érmek színével kevésbé vagyok elégedett, mint az időeredményeimmel. Szerettem volna mind a 3 pillangó számomat behúzni, ez nem sikerült. Kicsit a szerencsén is múlott, de reméljük, hogy következőleg jobb lesz. A következő alkalomra nem kell sokáig várni, mivel decemberben Kaposváron rendezik meg a felnőtt országos bajnokságot. A felnőtt OB-n kívül, ugye december 4-e és 6-a között Debrecen rendezi a régiós OB-t a kisebb korosztálynak, akik szintén nagyon sokat készültek, és nem volt bajnokságuk ebbe az évbe. Tehát egy cápa gyermek, illetve delfin korosztály régiós szinten fog versenyezni. Ez december 4-én, 6-án lesz, és 8-12-én pedig a Magyar Felnőtt Bajnokság Kaposváron, ahol szintén olyan csapattal szeretnénk menni, hogy döntőt érmeket akarunk. A felnőtt bajnokságon sem lesz könnyű dolguk a nyíregyházi úszóknak, mint Hatházi Dóra elmondta, ő többek között Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna és Kapás Boglárka ellen száll majd medencébe Kaposváron.